Köszöntök mindenkit a Mi Hazánk munkaügyi kabinettjének videójában. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy díjat alapítunk, mégpedig egy olyan díjat, amellyel kifejezzük elismerésünket azon munkahelyek felé, akik bizony erkölcsileg és anyagilag is megbecsülik munkavállalóikat. Nagyon fontosnak tartjuk ezeknek a pozitív példáknak a nyilvánosság elé tárását, ugyanis világnézeti alapjaink közé tartozik az az elv, hogy a munkáltató és a munkavállaló nem ellenségei egymásnak, hanem természetes szövetségesei. Tehát össze kell fogniuk, egy cég is úgy tud egyről a kettőre jutni, Hogyha dolgozói nem úgy mennek be a munkahelyre, hogy gyomoridegben szenvednek, idegeskednek, vajon mi vár rájuk, hanem jókedvel. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy mindenhol vannak nehézségek, nem erről beszélek, de mégiscsak meg lehet állapítani, hogy melyik az a munkahely, amelyik igényt tarthat arra a díjra, arra az elismerő oklevélre, amelyet a Mi Hazánk Mozgalom ajándékoz majd ezeknek a munkahelyeknek, amelyet mi úgy neveztünk el, hogy a Magyar Dolgozó Munkahelye. Ezeket természetesen ki kell vizsgálni, körül kell járni, mert tudom én, hogy vannak ennek hátulütői, de mi alaposan kiszeretnénk vizsgálni, hogy ténylegesen jogosult-e ez a munkahely erre a megtisztelő címre, vagy sem. Úgyhogy ezeket a leveleket el fogjuk olvasni, a személyes megkereséseket meg fogjuk hallgatni. A munkaügy kukac, e-mail címre várjuk ezeket a javaslatokat. És sajnos nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy még mindig több az olyan munkahely Magyarországon, amely hát finoman szólva az imént kifejtett ideának az ellenkezőjét képviseli, ahol sem erkölcsileg, sem anyagilag nem becsülik meg a munkavállalókat, ahol gyakorlatilag kizsákmányolás folyik. Díjat ugyan nekik ugyebár nem adhatunk, viszont nem is hagyhatjuk őket nyugodni. Hangsúlyozom, itt nem valamiféle bosszúról van szó, nem arról van szó, hogy egyéni sérelmeket vinnénk a nyilvánosság elé. Itt talán még hatványozottabban igaz az, hogy alaposan körül kell járnunk minden esetet. Tehát egyéni sérelmeket nem fogunk felvállalni, nem fogunk a nyilvánosság elé vinni, ettől senkinek nem kell félnie. Viszont, ahol rendszer szintű problémák vannak, ahol rendszer szintűen zsákmányolják ki a magyar dolgozókat, azt viszont egész egyszerűen nem hagyhatjuk szó nélkül, és akár tetszik ez, vagy akár nem az ilyen munkahelynek, az ilyen munkáltatónak, ezeket a kérdéseket kőkeményen fel fogjuk tenni számukra, és igyekszünk őt vagy őket meggyőzni arról, hogy változtassanak ezen a hozzáálláson, ezt már csak annál is inkább meg kell tenni, mert Alapvető célkitűzésünk felépíteni egy olyan Magyarországot, ahol a magyar dolgozó az első, ahol erkölcsi és anyagi megbecsülés jár a magyar dolgozónak, tehát ezt szem előtt tartva fogjuk az ilyen munkahelyeket is akár megkeresni. Tehát még egyszer mondom, összegezve a munkaügy kukac .hu e-mail címre várjuk a pozitív és a negatív tapasztalatokat is, ezeket összegezve, ezeket kielemezve, és ennek tükrében fogjuk megtenni a következő lépéseket.